mai motivumokat. 109 tételes jelenleg a Vas megyei értéktár, köztük épített, szellemi, kulturális, természeti és gasztronómiai jellegzetességek is vannak, amelyek meghatározzák a helyiek identitását. Az értéktár folyamatosan gyarapszik. A bizottság célja, hogy a települések minél inkább magukénak érezzék saját értékeiket, és használják ki a bennük rejlő turisztikai lehetőségeket. Ennek a fundamentumai viszont a helyi értékek. Ugyanúgy Szombathelyen, meg ugyanúgy azokon a Vas megyei településeken, ahol igazán a magukénak érzik ezeknek a felfedezését, a közösségi tudatba való juttatását, és bizony nem egy olyan kis desztináció található Vas megyében, ahol a helyi értékek egybe a helyi vonzerőket, turisztikai vonzerőket is jelentik, és a helyi érték, mint turisztikai vonzerőnek a megjelenése, ennek a megfelelő csomagolása és bemutatása a turisták számára, ez nem csak a jövő, hanem már a jelen is. Köszöntőjében a Vas megyei közgyűlés elnöke felidézte, hogy 2017-ben kötöttek testvérmegyei megállapodást Hargitával, és 2019 óta bonyolítanak közös értéktári programot. Ennek részeként vetélkedőt is rendeznek mindkét helyszínen, melynek győztesei a testvérmegyébe nyernek utazást. Vasban a napokban látnak vendégül három hargitai családot. Az értéktár bizottságunk munkájának köszönhetően megfelelő tapasztalatokkal rendelkeztünk akkor, amikor a határon túli Trianonba elszakított területeinken is az értékek felmérése elkezdődött és megalakultak ott is a helyi értéktár bizottságok, és így volt szerencsénk és volt módunk a Muravidéki és a Hargita megyei értéktár létrehozásakor is kicsit lábás körülni, segíteni, tanácsokat adni. V. Németh Zsolt arról beszélt, hogy a hungarikumokról szóló törvény a határon túli magyar területekre is kiterjed, hiszen az ottani értékek is a nemzeti identitás fontos elemei. Ott élnek a nemzet testvéreink, és az élet nem állt meg. Ők azóta is értéket teremtenek, amely nem csak maguknak érték, és az új országuknak élmény és érték, hanem az egyetemes magyarság is. A konferencián a vasi mellett a hargitai, a jáki és a székelyföldi értéktár is bemutatkozott. Zárásként a résztvevők megtekintették a püspöki palotát és a székesegyházat.